üdvözöllek egy újabb állatbemutatón. Közeledünk az állattistánk végéhez, de ne féljetek, egyelőre nem vagyunk ki az állatokból. Földünk lakói sokan vannak és sokfélék. A mai részben visszatértünk Arábiába, és nem fogok új kifutót építeni, inkább feljavítom a dromedárok kifutóját és társakat helyezek melléjük, hogy legyen, akinek meséljenek a napi kalandjaikról az esti tábortűz mellett. Az új állatunk a párosújú patások rendjéből, a tülkös szarvak családjából és a loantilop formák alcsaládjából érkezett hozzánk. A tudósok körében Adax nasomaculatus névre hallgató Mendes antilop, más néven Adax, a nemének az egyetlen élő faja. Apropó kategorizálások. Az összes állatot meg fogod találni kategorizálva a bejegyzésekben majd a közösségi oldalon. Tudtad például, hogy a Planet Zoo-ban jelen pillanatban 32 állat található meg a párosújú patások rendjéből. Ebből 15 állat van a tülkös szarvak családjából, és 4 a loantilop formák alcsaládjából. Ezt a listát megtalálod a leírásban is, de a teljes listát megtalálod a planetzoo.hu weboldalon az összes Planet Zoo-beli állattal, és lejátszási listákba rendeztem a bemutató videókat. Elsőnek a francia zoológus és anatómus Henri Marie Ducrotet de Blainville írta le 1816-ban, és ő adta neki az Adax nasomaculatus nevet, amit meglepő módon sikeresen meg is tartott ez idáig. Az Adax név, amely amúgy a köznapi neve is, arab eredetű és hajlott szarvú állatot jelent, habár vannak, akik szerint latin eredetű. A faj neve viszont valóban latin eredetű, összetett szó. A nasus orrot jelent, míg a maculatus pettyest. És ezt amiatt kapta, mert a pofáján pettyes mintázat van. A beduinok bakrálvásnak nevezik, aminek a jelentése a vadon tehenek. Én nem tudok arabul, emiatt a Google fordítóba is beírtam ezt, de az úgy fordította, hogy a fenevad első szülöttje. Az angolok fehér antilopnak, a szinte teljesen fehér színe miatt, vagy dugóhúzó szarvú antilopnak is nevezik, mivel a szarvai dugóhúzó formában csavarodnak. Valamikor egész Észak-Afrikában előfordult, a Nílustól nyugatra minden szaharai országban. Manapság a vadonban csak a nigeri Termit Massif rezervátumban, az ugyancsak nigeri Eir hegyvidék keleti felén és a csádi Bodélé medencében élnek állományai, de ezek közül csak a Termit Massifbe tartják életképesnek. Kóborló példányokat néha látnak Dél-Algériában, Líbiában és Niger északi részén is, azon kívül állítólag Mali és Mauritánia határán is élnek még egyedek. Kipusztult Algériából, Egyiptomból, Líbiából, Szudánból és Nyugat-Szaharából, de Marokkóba és Tunéziába visszatelepítették. Habár újabban Algériában és Szudánban újra láttak egyedeket. A vadászata miatt egyre ritkábbá válik és egyre kisebb élőhelyre szorul vissza. Emiatt a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján a súlyosan veszélyeztetett kategóriában van, de mivel a fogságban levő populációja nagyobb, mint a vadon élő, könnyen tartható és jól szaporodik, ezért van esély a megmentésére. Mivel a felsorolt országokban a közös rész a Szahara, ezért gyanítható, hogy a száraz területeken él, a félsivatagoktól mindenféle sivatagig. Még olyan helyen is, ahol az éves csapadék nem haladja meg a 100 mm-t. Az egyik angol nevét, a fehér antilopot, a fehér színe miatt kapta. Viszont a színe évszaktól függően változik. Nyáron szinte teljesen fehér vagy homoksárga színe van, télen viszont szürkés barna, és csak a lábai és a hátsó része maradnak fehérek. A fején, a nyakán és a vállain hosszú barna sörénye van, a homlokán és az orra fölött barna vagy fekete foltok között fehér X alakú folt látható. Szarvai közül előre is nyúlik egy frizura, egészen a szemei közé. Szakálla egyenetlen, a borbély nem barátja. Orjukai pedig nagyok és vörös színűek. Szarvai között hosszú fekete szőr fut hátrafele is a nyakán, sörényt alkotva. A nemi kétalakúság jelen van az állatnál, mivel a bikák nagyobbak, mint a tehenek. A bikák marmagassága 105 és 115 cm közötti, míg a tehenek 95 és 110 cm. Viszont a fejtest hosszuk nagyjából megegyezik. Mindkét nem esetében 120-130 cm között lehet. Hátsó részükhöz csatoltan lóg egy 25-35 centi közötti farok, amely bojtban végződik. Az eltérő magasság miatt különböző súlykategóriában van a két nem.
A bikák 100-125 kg közöttiek, míg a tehenek 60 és 90 kg között vannak. Mindkét nem visel szarvat, ezek a szarvak csavartak. Nem véletlen az angol elnevezése a dugóhúzó szarvú antilop, mivel a szarvai 2-3-szor csavarodnak meg. Szarvainak mérete 55 és 80 cm közötti a teheneknél, míg a bikáknál 75 és 80 cm lehet, vagyis szinte 1 méteres dugóhúzója van. Bármely borszakértő megirigyelheti. Szarvai alsó és középső részén 30-35 gyűrűs kidudorodás van. Mind a négy lábán található szagnyíl. Amúgy nagyon hasonlít a 120. részben bemutatott rokonára, a vadonból kihalt szabjásra, a kardszarvú antilopra, de a pofájukon levő minták és a szarvai formája különbözik. Azon kívül abban különbözik más antilopfajoktól, hogy szarvasmarha-szerű nagy négyszögletes fogai vannak, és hiányoznak a pofán levő szagmirigyek. Vegyes nemű 5-20 egyedet számláló csordákban él, amelyeket általában a legidősebb tehén vezeti. Szeretnek a területeiken maradni, de ha kevés a táplálék, akkor képesek messzire is kóborolni. Ezek a kóborlások megtörténnek olyankor is, amikor esőt éreznek, akár távol eső területeken is. Ilyenkor átgyalogolnak azokra a területekre, hogy kihasználják azt az esőt és a bővebb táplálékot. Főleg nyáron csak éjszaka tevékenyek, napközben pihennek a meleg miatt. Habár a bikák területvédők, jobban védik a csordát, mint a területet. Általában nem agresszív antilopok, de amikor veszélybe kerülnek és már nincs hova menekülniük, akkor támadásba lendülnek. Természetes ellenségeik az oroszlánok, a leopárdok, a gepárdok, a hiénakutyák, a borjakat viszont szereti a karakál, a szervál és a hiénafélék is. A faj kiválóan alkalmazkodott a forró száraz éghajlathoz, ahol minimális a csapadék mennyiség. Sokáig bírja víz nélkül, a szükséges vízmennyiséget pedig a táplálékából szerzi meg, és a harmatvizet is lenyalja a növényekről reggelente. Egyes kutatók szerint a gyomrában víztározó szövetek vannak. Ezek megmentik szükség esetén a kiszáradástól. Mint általában a sivatagi állatok esetében, vizelete nagyon sűrű, és a világos szőrzete is segíti a hő sugárzása ellen. Ugyanakkor a különböző hosszúságú szőrszálak is a hőszabályozását segítik. A forró nappalok elől próbál árnyékot keresni, vagy befekszik kaparásokba, hogy a lentebbi talajréteg hűtse a testét. Táplálék a perjefélékből, kisebb cserjékből, bokrokból és hőesekből áll a sivatagi élőhelyeken. Ahol teheti, fűféléket is eszik, és különböző növényféléknek különböző részeit eszi meg, általában a vízzel teli friss hajtásukat, és nagyon fontosak számára a magok, mivel a fehérje fogyasztásának nagy részét ezek teszik ki. Képes életben maradni száraz és rágos növényzettel is. Egy kutatás szerint, amelyben a táplálék bendőben való tartózkodási idejét figyelték, kiderült, hogy a táplálék sokáig marad az emésztő rendszerében, időt hagyva arra, hogy a szegényes sivatagi növényekből minden tápláló részecskét kivonjon. A mendes antilop egész évben szaporodhat, de az ellések és a párzások többsége télen és kora tavasszal történik. Ugyanakkor területfüggő is, mivel a Szahara északi felén tél végén és kora tavasszal szaporodnak, a Szahara déli felén pedig ősszel, szeptember és október között, valamint januártól áprilisig. A szaporodási időszakban a tehenek hajlandósági ideje 1-2 nap. Ez idő alatt, ha nem kapnak bikát, akkor lemondanak a párzásról a következő szaporodási időszakig. Vagyis várnak 33 napot, amint ezt egy kutatásban megállapították. Ugyanez a kutatás megállapította, hogy a tehenek változóan évi 39 és 131 nap közötti időszakban képtelenek voltak a petetermelésre. Ez viszont ellentmond annak, hogy egész évben szaporodhatnak. De mivel ez nem volt érvényes minden példányra, ezért valószínűleg mégis marad az egész éves szaporodás. Csak nem minden egyednél. A vemhesség nagyjából 257-270 nap közötti. Az ellés fekve vagy állva történik, és egyetlen nagyjából 5 kg-os borjú születik. Az elválasztás 23-29 hetes kor között történik meg, és 2-3 nap után a tehén újra készen áll a párzásra. A tehén 2-3 évesen, míg a bika 2 évesen éri el az ivarérettséget. És a vadonban 19 évig élhet, viszont fogságban a 25 éves kort is elérheti.
Az adax populációi csökkenni kezdtek már az 1800-as évek közepén, és mivel lassan kóborló állat, ezért a vadászata könnyű, és jelen pillanatban is veszélyt jelent a populációi számára. Veszélyeztetik a közúti balesetek, az ivóhelyek elfoglalása és a mezőgazdasági területek terjedése. Bőre és húsa értékesnek számít, így az orvadászat nagyon veszélyezteti. A becslések szerint a vadon élő állományai kevesebb mint 500 egyedet számolnak. Szerencsére ennél több él európai állatkertekben, vagyis csak Európában több mint 600 egyede. Több helyen próbálkoznak megmenteni tenyészprogramuk segítségével, például Ausztráliában, Egyiptomban, Észak-Amerikában, Izraelben, Japánban és Líbiában. Az Amerikai Egyesült Államokban és a Közel-Keleten magángyűjteményekben több mint 1000 adax található. Marokkóban, Algériában és Tunéziában védelem alatt áll. Líbiában és Egyiptomban mindenféle antilop és gazella vadászatát törvény tiltja. Habár sok hatalmas rezervátumot hoztak létre olyan területeken, ahol valamikor a Mendes antilop is megtalálható volt, például Algériában, Nigerben, Csádban, Szudánban, ezeken a helyeken mégsem élnek Mendes antilopok. Vagy azért, mert nem maradt már fent állomány, vagy azért, mert annyira kopár a vidék, hogy még az ennyire száraz élőhelyeket is túlélő állat sem élhet ott. Szerencsére sikeresen visszatelepítették a tunéziai Bouhetma nemzeti parkba és a marokkói Susmassa nemzeti parkba, és további visszatelepítő programokra készülnek a tunéziai Zsébel nemzeti parkba, az algériai és tunéziai határon levő Grandeur Orientálnál és Marokkóban. Az ókorban a Mendes antilop gyakorinak számított egész Észak-Afrikában és az Arab-félszigeten. A Krisztus előtt 2500-as évekből származó egyiptomi sírban talált rajzokon karóhoz kötött adaxokat és más antilopokat ábrázoltak. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy már akkor is megpróbálták háziasítani. Akinek több Mendes antilopja volt befogva, az gazdagabbnak számított. Erre megjegyezném, hogy aki meg másoknak is adott belőle, az tehetősebb. Több Mendes antilop maradványt találtak már Krisztus előtt 4000-es évektől egészen a pleisztocén korig visszamenőleg. Megmentése érdekében az állatkertek tenyészprogramot indítottak. Ritkasága miatt nem túl gyakori állatkerti állat, Magyarországon a Nyíregyházi Állatparkban, a Szegedi Vadasparkban és a Kecskeméti Vadaskertben él. A Nagyváradi Állatkertben is tartanak ebből a ritka antilop fajból. Ha tetszett a videó, nyomd meg a lájkot, légy feliratkozva és kapcsold be az értesítéseket. Ne feledd, hogy az oldalon tagság működik, ahol téged is szívesen látok. Írd meg a véleményed, vagy akár hozzá is adhatsz értékes információt kommentben. Köszönöm, hogy megnézted. Legyen gyönyörű nap!